Közművelődési szakember, a Zsámbéki Közművelődési Intézet és könyvtár vezetője. 1990 óta él Zsámbékon, gyermekei születése után kezdetben saját kerámia műhelyében dolgozott, 2001-ben sorsfordító volt számára a Zsámbéki Művelődési Ház egykori igazgatójával, Mátyás Irénnel való találkozás, akivel 10 éven át dolgozott együtt, tagja több civil egyesületnek. 2001-ben kerámia szakkör vezetőként került a Művelődési Házba, ez év nyarán kapcsolódott a Zsámbéki Nyári Színház szervezésébe, majd 2002 óta 20 éve dolgozik főállásban a Művelődési Házban. 2011-ben megpályázta és azóta is betölti a Zsámbékváros önkormányzata által létrehozott integrált kulturális intézmény, a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár vezetői állását. Nevéhez fűződik 2011 óta minden hónap második hétvégén megrendezésre kerülő múzeumi hétvégék Zsámbékon, 2013 óta működő Zsámbéki Nyakas Jazz Club és a 2017-ben elindított Zsámbéki Blues Picnic nyári fesztivál megalapítása. Ötletgazdája és sorozatszerkesztője a Zsámbékváros önkormányzata gondozásában megjelenő Mesélő Zsámbék helytörténeti könyvsorozatnak. Szerkesztőként részt vett Zsámbék története Jeli Páter nyomán című 2022-ben megjelent német eredetiből fordított magyar nyelvű monográfia kiadásában. 2022-ben a Szent Vendel Domborműves Népi Lakóházban megnyílt szekrénymegség tematikus programjáért is felelős. 2003-ban egyik alapítója, majd 2010-ig titkára volt a Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesületnek. Ez idő alatt részt vett a Zsámbéki Színházi és Művészeti Bázis, valamint a Földi Telepítésű Magyar Légvédelmi Fegyvernemi Múzeum létrehozásában. 2002-2006 között a Zsámbéki Ifjúsági Klub Egyesület elnöke. 2005 óta meghatározó a Zsámbéki Népdalkör Egyesületben végzett munkája. 2006 és 2010 között a Budavidéki Zöld Út Szövetség tagja. 2011 óta a Zsámbéki Kulturális Kerekasztal vezetője. 2016 óta a Települési Értéktár Bizottság tagja. Olyan országos szervezetekben is képviseli településünket, mint a Turinform Szövetség, Zöld Út Módszertani Egyesület, Matur Magyar Turisztikai Egyesület, Országos Tájház Szövetség. Szakfolyóiratokban megjelent publikációi öregbíti településünk jó hírnevét. Zsámbékváros önkormányzata Balázs Mónika Csillát Zsámbék kultúrájáért díjban részesíti.